bemennek és úgy... Na jó, Gabi bácsi is nyilatkozik, meg Dávid bácsi is nyilatkozik. Gábor a mai tornának az utolsó összecsapására készültök, volt ma már egy, de mégse játszatok mindenkivel, mi ennek az oka? Hát ez egy jó kérdés egyébként, a szövetségi sorsolás alapján játszunk így, mert ebben a korosztályban már nem kétszer 12 percet, kétszer 18 percet játszanak, több jégidővel, és ezért, hogy meg lehessen rendezni az összes meccset, így ezért nem játszik mindenki mindenkivel. Így jött ki a sorsolás. Értem, de hát 3 óráig eltartatott volna a torna. Hát, ha te mondod. Nem tudom, az időkkel nem vagyok képbe, nem én vagyok sajnos az illetékes, de azt tudom, hogy a legutóbbi U12-es tornánkon is, ahol Sopronban voltunk, ott is 4 csapat volt, de ott se játszottunk mindenkivel. Szövetségi sorsolás alapján megy ez a történet. Mennyivel másabb ez az U12, mint az U8-U10, amit megszokhattunk itt Ajkán? Nagyobbak már a gyerekek, igazából már lehet nekik mondani kis taktikát is. Testjáték még nincsen, hogyha nagy pályán játszanánk velük U12-be, akkor már lehetne egy kis testjáték is, meg akkor már lenne les is, mivel még kis pálya van, és az országban van sok kis pálya, ezért a szövetség most kitalálta, hogy az U12-esek is játszhatnak így 3-3-ba. Igazából a szabályok azok teljesen ugyanazok, mint az U8-ba és az U10-be. Annyi a különbség, hogy nagyobbak már a gyerekek, értelmesebbek, lehet nekik több dolgot mondani, hogy ennyi. Ugyanúgy nem számoljátok az eredményt? Nem számoljuk az eredményt, igaz, ők azért számolják maguknak, ki hány gólt lőtt, hányat kaptunk, de nem számoljuk még ugyanúgy itt sem az eredményeket. Dávid, téged idén láthatnak először a nézők itt Ajkán. De idén, tavaly te még nem voltál itt Ajkán velünk. Honnan érkeztél? Mondja magadról valamit. Székesfehérvárról jöttem. Én 12 évig jégkorongoztam ott Fehérváron. Most a Bece Zolinak meg a Gábornak a megkeresésére jöttem ide Ajkára. Próbálok én is egy kicsit segíteni itt a fiataloknak a hokiba. Háttérben éppen az ajkai óriások indulót hallhatjuk. Készülnek a srácok a jégre. Milyen tanácsokkal láttad el őket? Úgy tudom, kinevezted magadat ma vezetőedzőnek. Ez nem így történt, a Gábor nevezett ki engem a vezetőedzőnek, mert a Zolinak sajnos egyéb elfoglaltságai voltak, így most megkaptam ezt a titulost. Hát a gyerekeknek azt javasoltam, hogy sokat kell korizni, mert anélkül a hoki az nem hoki, illetve figyelni kell a csapatjátékra is. Úgyhogy igazából ennyi. Mérkőzés után visszajövünk, köszönöm, szia!
tetszett a mérkőzés, a srácok betartották azt, amit kértünk, koriztak sokat, felszabadultan tudtak játszani, és ennek meg lett az eredménye, sokkal tudtunk törni igazából. A kapusok is nagyon jól védtek, helytállt igazából az egész csapat szerintem ezen a tornán. Én azt láttam, hogy a közönség is nagyon élvezte a játékot, nem csak a gyerekek, és szinte lekorisztáltuk a jégről az ellenfelet. Igen, hát ez a jó, amikor felszabadultan tudunk játszani, és igazából tényleg a hoki miatt vagyunk itt, és ezt a szülők is átérezték igazából, és örülök, hogy ilyen jó hangulatú mérkőzést sikerült itt az utolsó meccsen produkálni. Akik nem ismerik az ellenfelet, azoknak tudsz róluk esetleg valamit mondani, ők milyen szinten vannak? Hát az ellenfelet annyira még én sem ismerem, itt a csapatokat még én is tanulom, itt a kisebb pályákorról érkezett csapatokat, de igazából az összes csapaton azt látom, hogy folyamatos fejlődés látható, tehát igazából mindenki egyre jobban korizik, egyre jobban passzol, és remélem, hogy az ajkaiak isnak sikerül ez. A szombathelyieknek az edzője néha mondhatni kitért a nyugalmából, nem láttam rendesen, hogy mi volt a probléma, te láttad? Hát igazából itt is, ott is ugyanaz volt, hogy egy-egy srác kicsit agresszívabban lépett fel, és egy-egy ütközés azért ebben a játékban benne van. Tehát azért, hogyha egy nagyobb ligákat megnézzük, ott folyamatos ütközés van. Sajnos ez a hoki, sajnos vagy nem sajnos ez a hoki része, szerencsére nem lett belőle nagyobb probléma. És igazából csak a vérmérsékletével volt az úriembernek kisebb probléma, azon kívül semmivel. Elképzelhető, hogy nekik a játékokat az is befolyásolta, hogy ők előtte játszottak a jéglovagokkal, tehát végül is 40 percük volt arra, hogy rápihenjenek erre a mérkőzésre. Hát igazából szerintem ez nem befolyásoló, mert 2x18 percet játszunk futóórával, ami igazából nem egy hosszú idő, ugye egy rendes harmad az 20 perces és árólával játszunk, ez teljesen más, illetve ezek az 1 perces cserék, ezek arra jók, hogy a gyerekek ki tudják magukat rendesen pihenni. Azt akkor azért elmondhatjuk, hogy az első U12-es bajnokságotok, illetve tornátok után ez most egy sokkal jobban sikerült torna, és talán jobban fogja inspirálni a srácokat arra, hogy most volt sikerélmény, és igen, így kell ezt tovább tolni. Igen, hát az összes korosztályból, az U10-ből is ugye, meg vannak olyan gyerekek, akik az U8-ból és az U10-N2-be próbálnak helytállni. Szerintem ez nekik egy nagy fejlődés, hogy nagyobb gyerekek ellen tudnak játszani, illetve a mi U12-eseink is ugye ezzel folyamatosan tudnak fejlődni, hogy folyamatos hajtás van a jégen.